A korábbi Sulis Puri majd Gyere velünk, játsszál velünk elnevezésű vetélkedőhöz hasonló szabályokkal rendezik meg minden évben a Maci kupát a Cserepka iskolában. A játékos feladatokat úgy állítják össze, hogy a gyerekek számára izgalmas, élménydús, de mégis fejlesztő hatású legyen. Hát, a mi prioritásunk a sportiskola, mert sportiskola is vagyunk. Kettő osztályunk indul idén, egy két tannyelvű osztályunk és egy sportosztályunk. 17. alkalommal kerül megrendezésre, valóban nagyon fontosnak tartjuk. A körzetünkben lévő óvodák jönnek elsősorban, illetve azok az óvodák, akik még ezen felül jelentkeznek. 5 csapatunk van, minden csapat 10 főből áll, 8 kis óvodásból, 4 fiú, 4 lány, illetve egy apuka és egy anyuka. Elsősorban játéknak mondom, de azért félszemmel az ügyesebb gyerekekre odafigyelünk és próbáljuk csábítani hozzánk. Atletikus, egyértelműen atletikus feladatok, tehát ugrások, dobások, kúszások, mászások, ami ennek a kornak a jellemző, illetve a fontosságai. A sportóvodából mindig szívesen érkeznek a gyerekek a Maci kupára. Az óvodánk úgy gondolom, hogy a városban egyedülálló, hisz például egyedülállóan dolgozta fel a mozgáskotta módszert, ahol tematikusan felépítve korosztályra bontva ismerhetik meg a mozgáskottát. Ezen kívül korcsolyázni, úszni, dzsúdozni visszük őket, focizni, kosárlabdázni, és még a tánc is jelen van az életünkben. Tehát nagyon örülünk, hogy ilyen közös rendezvényen vehetünk részt. Rendkívül jó kapcsolatot ápolunk, hiszen ugyanaz a szellemiség hatja át az iskolát, mint ahogy az óvodát, a sportóvodánkat. Évről évre képviseljük az óvodánkat, és nagyon fontosnak tartjuk, hogy ilyen játékos vetélkedésben, megmérettetésben részt vegyenek a gyerekek. Imádnak idejönni, így hát nem, egyáltalán nem nehéz. Inkább az a nehéz, hogy válogatni kell közülük, de a többiek ott vannak, így hát onnan szurkolnak nekünk. Ez a vetélkedő toborzó is, hiszen a gyerekek a játékos feladatok teljesítésével kaphatnak kedvet a sportoláshoz, fogalmazott a PSN ZRT sportigazgatója, aki ezúttal zsűritagként vett részt a kupán. A városban nagyon színes sportkínálat van az óvodák számára is. A gyerekek nagyon lelkesek, a szülők általában nagyon jól szokták venni, nagyon pozitívan fogadják azt, hogyha a gyerekeket lehet bármilyen módon sportoltatni. És hát én magam nagyon örültem ennek a meghívásnak, egyrészt ugye azért, mert sok gyerek fog sportolni, tehát hogy én biztosan nagyon jól fogom érezni magamat, másrészt pedig nagyon fontos számunkra a Cserepka iskolával való együttműködés, lévén, hogy ugye mindkettő sportiskola, csak az egyik a Cserepka, az egy köznevelési típusú, míg mi magunk egy sportiskolai jellegű, egyesületi jellegű sportiskola vagyunk, úgyhogy azt gondolom, hogy nekünk ilyenkor itt a helyünk. A Maci kupa érdekessége, hogy nem csak a gyerekek, hanem a szülők is versenyeznek. Minden csapatban kell, hogy legyen egy anyuka és egy apuka is.